Akik sokkal kompetensebbek ebben az ügyben, mint én magam. Két nappal ezelőtt megvolt a díszbemutatója ennek a filmnek. Most sajnos a mai vetítésekről, ami az egyik ugye most kezdődne pár perc múlva, kénytelenek vagyunk lemondani, mert ugye Fábri Sándor, mint a film egyik főszereplője, ezt egy levélben a Szemle vezetőségénél letiltotta, és hát a Szemle vezetősége úgy határozott, hogy ebben a helyzetben akkor ők nem engedik meg a vetítést. Tehát ez a tényállás. Azt kell elmondjam, hogy nem is igazán értem, hogy Fábri Sanyinak mi a problémája ezzel a filmmel. Az előtörténethöz hagyd mondjak annyit, hogy az volt az én gondolatom, hogy ugye a mai életről, politikáról, az értelmiség körében óriási viták zajlottak az elmúlt 20 évben, ilyen családi körben nagy összefeszések, viták voltak, és sajnos erről szinte semmilyen filmes lenyomat nincs, és akkor bepattant nekem, hogy van nekem három régi barátom, akikről tudtam, hogy közeli jó barátok, sőt gyerekkori barátok, viszont azt is tudtam róluk, hogy az elmúlt években azért így a politikai véleményük az eléggé meredeken eltűnt egymástól. Tehát egy jó ötletnek tűnt, hogy összehozom őket egy ilyen baráti jellegű forgatásra, beszélgetésre, ahol vitassák meg az elveiket, a véleményüket, és mindezt a tavalyi tavasszali lezajlott országgyűlési választások napjaiban, egy-két nappal a választás előtt, és aztán a választás után. Hogy az ember dolgozik filmeken, csinál tisztességes dolgokat, akár ezt is, de nem az értékéért jön ide ennyi ember, és kérdezi az embert bármiről, bárki, hanem ha van egy ilyen botrányszagú dolog. És a botrányszagú dologra utalva, ez is egy nagyon érdekes ma Magyarországon, hogy valaki viselkedhet úgy, mint ő, éveken, évtizedeken keresztül nyilatkozhat úgy cigányságról, karikírozhat az SZDSZ 20. születésnapján öreg zsidót utánozhat és vérlázító olyan beszédet mondhat, amit sehol, én 20 évig éltem Amerikában, most Brüsszelben élek, sehol nem lehetne büntetlenül megtenni. Nagyon jó hangulatban zajlott ez a forgatás. A film ezt tökéletesen visszatükrözi, a vége is erre van voltak éppen kihegyezve, tehát én nagy örömmel vettem ezt, mert úgy gondoltam, hogy ezzel is bizonyos értelemben egy példát mutattunk arra, hogy éles témákról is lehet értelmesen és intelligensen és európai módra vitatkozni, és azért nem kell összeveszni, hajba kapni, és jó barátságban tudunk fölállni egy ilyen beszélgetés után. Munkakópiát megmutattam a szereplőknek, és akkor Fábri és Sanyi egészen konkrétan három mondatnak a kivágását kérte. Hangsúlyozom, hogy nem a saját szövegéből, hanem az egyéb szereplők szövegéből. De én úgy gondoltam, hogy természetesen ez egy olyan szituáció, ahol mindenkinek a kívánságát akceptálnunk kell. Tehát természetesen kivágtuk ezt a három mondatot, és ott rögtön Fábri és Sanyi úgy nyilatkozott, hogy ha ezt megteszitek, akkor részemről a film rendben van. Amit írtam korábban, amiről tudott Gyuri, és ezért kezdődött végül is ez a film, vagy ezért is választott minket Gyuri, hogy a rasszizmussal, gyűlölettel teli attitűdöd rohasztja a lelkemet, nincs erre szükségem, nincs ilyen barátra szükségem. Van a pillanatban, amikor valahogy konkrétan szembesül az illető a dologgal, holott, ahogy hangsúlyoztam, így viselkedik évtizedek óta, akkor abban a pillanatban döbbenten áll és kikéri magát. Én a Gyurinak többször is mondtam, hogy végtelen finomsággal csinálta a filmét, tompított, egyáltalán nem olyan erőteljes és nem olyan sértő, ha úgy tetszik, ha egyáltalán ez sértő valakire azt mondja, hogy rasszista. Bárki mondhatja rám, hogy rasszista vagyok, nem fogok megsértődni. Az életem bizonyítja, hogy nem, vagy hogy igen, és az ő esetében is ez pontosan így. Kaptam olyan kritikát, hogy nem elég éles, de hát ezt én állom, ez az én ízlésem, ez az én stílusom. A vágáskor pedig maximálisan igyekeztem kiegyensúlyozni az anyagot, és voltak éppen a durvább hülyeségeket mindenki részéről kihagyni. Hogy azt is felajánlottam Fábrinak, hogy a kimaradt anyagokat odaadtam neki, és felajánlottam, hogyha abból bármit kérne még betenni,
akkor arra is készen állok, nem kért ilyet. Ő, aki egy profi média ember, hát neki az első perctől kezdve az utolsóig pontosan tudatába kellett lennie annak, hogy mi történik, miért a választások ürügyén ülünk le, hogy mi volt abban a bizonyos levélben, amit a Gábor írt neki. Ő olyan szellemeket engedett ki a palackból, mint a legnépszerűbb showman, amelyek nem voltak az első egy-két kormány alatt, még, hogy úgy mondjam, kiengedve a palackból. Nekünk vagy meg kell állapodni jogi képviselőjével és Sanyival, hogy hogyan tovább, vagy pedig a filmet egyszerűen nem tudjuk forgalmazni. Egy abszolút polgári peres eljárásban, miután minden ráutaló magatartással, beleegyezéssel bírt a produkció Fábritól, ezért kártérítéssel élhetünk. Ez nem egészen úgy van, hogy az ember átvágás után, beszélgetések után, beleegyezések után is azt mondja, hát mégsem. Munka van benne, engem hazarepítettek Brüsszelből ide, pénzek, milliókba kerül egy ilyen kis film is. A május 4-én bemutatott film között van akkora különbség, ami esetleg Fábri Sándor azt mondaná, hogy na, emiatt nem? Vagy... Nem, hát mondom, nincs más különbség, mint az a három mondat, amit az ő kérésére vettünk ki. De ez már nem is látom. Nem igaz, ne haragudj. Bocsánat. Amit ő látott, az volt május 4-én bemutatva, ugyanis többszöri, több lépcsős korrekciókat ő megnézhette a filmet. Ezt a végleges verzióját is látta. Visszavonta, majd azt mondta, hogy megint megnézi, majd megint visszavonta, tehát azért ez nem volt ennyire egyenes, illetve barátokról beszélünk, a gyermekkori barátokról. Erről talán nem is nekem tisztem mondani bármit is, de amikor már arról van szó, hogy ilyeneket irogassunk, olyanokat irogassunk, az eszenciája ennek a filmnek elveszik. Hát pont arról volt szó, hogy őket összehozzuk. Nem arról volt szó, hogy jogilag mindent megnézzünk, és akkor a végén egy ilyen vitába keveredjünk. Ezt el akartuk kerülni.